Szép napot mindenkinek, ez a kocka disputa, és még régebben meséltem nektek két olyan nem fikciós könyvről, amit szerintem mindenkinek el kéne olvasnia, és most gondoltam, folytassuk ezt a remek kis kezdeményezést, és hoztam nektek két olyan könyvet, amiről nem csak egyszerűen azt gondolom, hogy mindenkinek olvasnia kéne őket, hanem amiket szívem szerint kötelezővé tennék mindenki számára, mondjuk középiskola utolsó osztályában, így útra valóul a kis nebulóknak az életre, nagyon-nagyon jó lenne, de amúgy is azt gondolom, hogy az emberek 80 Kifejezetten hasznos lenne, ha lapozgatná ezeket a köteteket. Hát nagy szavak ezek egy könyvajánló videó elején, de ha majd elmondom, hogy miről is szólnak maguk a könyvek, akkor rögtön egyértelmű lesz, hogy miért is mondom ezt. Szóval ne is húzzuk az időt, vágjunk bele, jöjjön az első könyv, ami nem más, mint a Factfulness Hans Roslingtól. A Factfulness, aminek én ugye itt az eredeti amerikai vagy angol kiadását tartom a kezemben, de ez megjelent magyarul is, ez a könyv méghozzá tények címen. Egy kicsit nehéz beszerezni a fizikai példányt, mert hogy elkapkodták elég hamar, pedig egy friss könyvről beszélünk, 2018-as, alig pár éves, de e formában elérhető, mindenhol meg lehet vásárolni, és hát le is lehet persze tölteni ilyen-olyan helyekről, de hát erről én mit is tudhatnék, ugye bár, csak így mondom nektek, ha valahogy meg akarnátok oldani a dolgot, és én nagyon ajánlom, hogy próbáljátok meg, mert ez egy igen hasznos könyv. Maga a címe szerintem nem annyira sokat mondó, factfulness, tények, mit is jelent ez, de az alcím az már bizony magyarázatot ad egy-két dologra. Így So, what else? 10 reasons we are wrong about the world tehát 10 dolog, amivel kapcsolatban tévedünk a világot illetően and why things are better than you think tehát miért jobbak a dolgok, mint ahogy mi azt gondoljuk. Na, ebből azért már le lehet vonni ilyen-olyan következtetéseket aztán van még itt a könyvön pár ajánló olyan ismeretlen figuráktól, mint Barack Obama vagy Tim Harford, vagy Bill Gates lehet, hogy hallottatok már róluk egyébként ezt a diákoknak ajánlós dolgot nem magamtól találtam ki amit a videó elején mondtam. Bill Gates Loptam, aki egy egyetem végzőseinek osztogatta ingyen ezt a könyvet, ha igényt tartottak rá a diákok. Úgyhogy ez egy uh, elég sokak által elismert könyv. Maga egyébként 2018-ban a legfontosabb könyvnek nevezte, amit abban az évben elolvasott. Hát mit is tud ez a könyv, ha ennyien dicsérik? Talán érdemes egy kicsit távolabbról megközelíteni ezt a témát, és felteszem nektek azt a kérdést, hogy volt-e már veletek olyan, hogy híreket olvastatok, vagy híradót néztetek, és egyszerűen valami rossz kedvetek lett? Tőle, mert hogy csak azt láttátok, vagy olvastátok, hogy minden rossz, egyszerűen minden szar a világban, és hát azért van is erre okunk, hogy ezt gondoljuk, ezt halljuk, lássuk, mert hát mik voltak az elmúlt időszakokban: infláció, korrupció, járványok, háborúk, globális felmelegedés, mindenféle válságok, piacok bedőlése, és még Isten tudja, hogy mennyi minden rossz dolog, és csak ezekről hallunk, csak ezekről olvasunk, az emberben felmerül, hogy Egyszerűen rossz irányba mennek a dolgok, még akkor is, ha valaki rendszeres hírfogyasztói szűri azért a dolgokat, ezzel szembesül, de én most végeztem egy gyors kísérletet, és megnéztem a videó készítése előtt a Telexnek, az Origónak, a 444-nek, meg a magyar nemzetnek a fő oldalát, és hát mondanom se kell, hogy egyik sem volt alapvetően túl pozitív töltetű, direkt ilyen vegyes felvágottat választottam pedig, hát ha van különbség, hát annyi különbség volt, hogy ki a felelős ezekért a rossz dolgokért, de hogy rossz dolgok vannak, abban mindenki egyetért, hála Istennek, és ez azért kelt egyfajta szorongó érzést az emberben, főleg aki fogékonyabb erre, vagy tényleg gyakrabban fogyaszt ilyen tartalmakat, hogy mint egy olyan nemzedék lennénk, aki azt az örökséget, amit kaptunk, a földet magát, azt nem előre vinné, hanem visszafelé, hátrafelé, és egyszerűen eljátszuk azt a fejlődést, amivel az elődeink megajándékoztak minket. Itt ha valamit nagyon rosszul csinálnánk, szerintem ez minimum, amit így le lehet vonni következtetésként, ha valaki rendszeres hírfogyasztó. Na, és itt jön a képbe a Factfulness, ami egy kérdőívvel indít, egy 13 kérdéses kérdőívvel az írói bevezető után. Ilyen kérdések vannak, mondjuk kettőt felolvasok nektek, mint hogy szerintetek az alacsony jövedelmű országokban a világon ma mennyi lány fejezi be az általános iskolát? A 20%, B 40%, C 60%. Hát jelöljétek meg magatokban a helyes választ. Aztán a következő az az, hogy az utóbbi 100 évben hogyan változott a természeti katasztrófák által meghalt emberek száma? A duplázódott, B ugyanaz maradt, C feleződött. Na ilyen és ehhez hasonló kérdésekkel van tele a könyvnek az eleje, bár igazából tényleg nem sok, 13, ki lehet bírni, gyors gyorsan lehet tölteni, és hát ö, érdemes felírni a válaszait az embernek, mielőtt végigmegy a könyvön, persze a végén meg vannak adva a válaszok, és mikor én kitöltöttem, akkor meglepődve tapasztaltam, hogy mennyire rosszul gondoltam mindent, de szó szerint az összes kérdés talán egy kivétel volt, a globális hőmérséklet emelkedik, csökken, vagy ugyanolyan marad, azt sikerült eltalálnom, de a többiben mindig sokkal rosszabb eredményt vártam, mint ami a valóság, és igazából ez így már az elején egy kicsit kiózanító élmény volt, de az író pont erre is számít, mert hogy ezeket a a kérdéseket, baromi sok embernek feltette már, ő maga egyébként egy orvos professzor, Hans Rosling, ez a foglalkozása, és ö, számtalan orvostan hallgatónak többek között feltette ezeket a kérdéseket, de jutott a Davoszi gazdasági fórumra, ahol mindenféle nagy emberekkel tudott beszélni, akik nagyon otthon vannak a gazdasági politikai kérdésekben, vagy beszélt rengeteget tanárokkal, rengetegszer hívták meg iskolákba, hogy tartson előadásokat tanároknak, és mindenki baromi rosszul szerepelt a kérdések megválaszolásában, ő konkrétan azt az analógiát hozza, hogy ha random csimpánzokat kérnék meg, hogy töltsék ki a kérdőívet, akkor három válasz esetén ugye a véletlenszerűség elvét felhasználva valószínűleg 33%-os sikerrátájuk lenne, míg az embereknek ugyanez a sikerráta, körülbelül 5 és 15% körül mozog, ezzel egybevágott sajnos az én eredményem is. Úgyhogy meg tudom erősíteni. És arról szól utána könyv, hogy egyrészt megmagyarázza, hogy miért gondoljuk sokkal rosszabbnak a világot, mint amilyen valójában. Erre 10 okot sorol fel konkrétan, és arra is rávilágít, hogy hogyan lehet ezek ellen tudatosan harcolni, vagy felkészülni ellenük. A másik fel a pedig pont maguk a statisztikák, az adatok, a gráfok, amik megmutatják, hogy hogyan is állnak bizonyos globális jelenségek a világ átlagot tekintve, ilyen gazdasági dolgok, egészségügyi kérdések, pénzügyi, oktatási, kulturális, egy csomó kategória van, amiben mindenféle adatot kihúz, olyanokat mutat meg, olyan kérdéseken keresztül szűri ezeket, a, ezeket az adatokat, mint amilyeneket az elején olvastam nektek, ezekhez hasonlókat, tehát mennyi mondjuk az átlagos életkorma a világon, hány embernek van hozzáférése elektromos áramhoz, hány embernek van hozzáférése tiszta ivóvízhez, hány ember él mély szegénységben ma a Földön, mennyi a fiúkhoz képest a lányok aránya a középiskolákban. És gyakorlatilag az összes ilyen kérdésnél az ember valahogy tényleg ösztönösen a rosszabb választ feltételezi, mert hát tényleg elég sok helyről ömlik ránk a negatív információ, de a könyv kihangsúlyoz egyébként, hogy nem csak a média felelős ezért, nem lehet egyedül a médiát okolni, a saját emberi természetünk az evolúció is arra nevelt, hogy a negatív dolgokra jobban figyeljünk, mint a pozitívakra. És őszintén szóval nem akarom lelunni a könyvnek az összes poénját, viszont azt elmondhatom róla, hogy nekem milyen érzés volt olvasni. Olyan volt, mintha hogyha sokáig víz alatt lettem volna, és egyszer csak így a felszínre úsztam volna, és vehettem volna egy mély levegőt. Kb. ilyen érzésem volt, mikor befejeztem ezt a kötetet, és szinte garantálni tudom nektek, hogy ha csak nem nagyon homok dugjátok a fejeteket, és nem nagyon foglalkoztok azzal, hogy mi történik a világban mostanában, ami szerintem körülbelül lehetetlen, mert hogy úszol meg egy COVID szituációt mondjuk, vagy hogy nem hallasz arról, hogy háború van a szomszédunkban, vagy ilyesmi. De ha csak nem ilyen ember vagy, akkor valószínűleg bizony rád is hatással vannak ezek a hírek, és negatívabban látod a világot, mint amilyen valójában. És ez a könyv segíteni tud ebben, és megtanít egy kicsit pozitívan ma látni dolgokat, adatorientáltabban szűrni az információkat, és alapvetően is egyszerűen egy kicsit tisztában látni a saját közegünket, a saját kis világunkat. Szóval még egyszer Factfulness Hans Rosling-tól, vagy Tények magyar címén. Mindenképpen próbáljatok rá, és ti is tanuljatok egy kicsit a világunkról. Valószínűleg még akkor is lesz benne új info, ha egyébként nagyon képbe vagytok sok dolgot illetően. Jöjjön a másik könyv, amire szerintem majdnem minden egyes embernek szüksége van. Ez pedig nem más, mint Ryan Holiday-től az ego, az ellenség. Hát ellentétben a tényekkel ennek már elég sokat mondó a címe, így önmagában. Itt az alcím az annyi, hogy pusztítsd el az egódat, mielőtt ő pusztít el téged. Hát igen, ebből már le lehet szűrni, hogy ez milyen kötet is valójában. Szoktam nektek mondani, hogy nekem sok könyvhöz van ilyen személyes viszonyom, személyes tapasztalatom, amik miatt előrébb sorolom őket, vagy fontosabbnak, hasznosabbnak érzem magukat saját magam számára, mint más könyveket, és ez így van ezzel a könyvel is. Ezzel is van egy sztorim. Volt egyszer egy cég, ahol együtt dolgoztam egy kollégával, akivel nagyon hittünk a folyamatos fejlesztésben és fejlődésben. Együtt jártunk különböző workshopokra, kritizáltuk, feedbackeltük egymást, találkozók, meetingek után, hogy hogyan kellett volna beszélni, hogyan kellett volna prezentálni, és persze könyveket is ajánlottunk egymásnak szemére szabottan, és egyszer csak ő ajánlotta nekem az ego, az ellenséget, mondta, hogy Tamás, szerintem ez neked nagyon jó könyv lenne, ha elolvasnád, nem akarok itt utalgatni, de szerintem érted, miről beszélek, és hát értettem bizony, nekem elég nagy harcaim voltak a saját önérzetemmel, a saját egómmal, úgyhogy jó néven vettem ezt a kis ajánlót, elolvastam a könyvet, nagyon megtetszett, kiegyzeteltem, amit én sose csinálok egyébként könyvekkel, és kitűztem a kis boxomnak a falára, és ott volt mindig, és amikor onnantól kezdve kaptam egy olyan e-mailt, amilyen bicska nyitogató volt, és el akartam küldeni az illetőt a jó bus fenébe, akkor így felnéztem a kis jegyzeteimre, az egó az ellenségből lenyugodtam, átmentem zembe, végigvondoltam a dolgokat, és megfogalmaztam az adekvát válaszomat, úgyhogy nagy segítség volt, és onnantól kezdve én ajánlottam ezt a könyvet mindenkinek, pont hogy most nektek is ajánlom, és egyszer csak egy napon találkoztam, igazából nem először, sokat szor a főnököm főnökével, és azt mondtam neki, hogy szerintem nagyon jót tenne neki is, ha elolvasná az Ego az ellenséget, az Ego is the Enemy eredeti címén. Sose felejtem el a reakcióját, elkerekedtek hatalmasan a szemei, így felén fordult hirtelen, és akkor azt mondta, hogy what? És teljesen ki volt borulva, hogy én hogy gondolhatom, hogy neki bármi problémája van az Egójával. Na innen tudtam én, hogy ez egy nagyon jó könyv ajánlat neki, és tényleg szüksége lenne rá, hogy elolvassa. bár úgy azt gondolom, hogy tényleg mindenkire ráférne, de mindegy, neki különösen. Hát mondanom csak el, hogy onnantól kezdve az én béremeléseim bizony nem haladtak a céges átlaggal, és az előre menetelem sem volt garantálva kifejezetten. Szóval rövid úton megváltam ettől a cégtől. Ez egy ilyen kis kedves történet, hogy egy kis könyv ajánló is milyen nagy hatással lehet adott esetben az ember életére. Úgyhogy vigyázzatok ezzel a könyvvel is, hogy kinek ajánljátok. És a könyv megértéséhez szerintem nem kell különösebb magyarázat, mert hogy biztos, hogy találkoztatok azzal a jelenséggel, hogy az utóbbi mondjuk 50 évben egyre erősebb lett az az elgondolás, hogy a világon mindenki egy individuum, mindenki különleges, és mint ilyen nagyon fontos a véleménye, sőt, ami azt illeti az ő véleménye a legfontosabb, és ha megpróbálják letéríteni a kijelölt útról, akkor ne hagyja magát, ragaszkodjon a saját igazához, és küzdjön körme szakadtáig, mindent adjon bele, és taposson át más sokon, ha úgy van, hogy megvalósítsa a saját kis álmait. Egy nagyon ilyen egyénekre szapott, önmegvalósító világban élünk, nagyon sok ilyen üzenetet, könyvet lehet olvasni. Amerikában nagyon divik ez az önmegvalósítás dolog amúgy is, de szépen átszivárgott persze például a kis hazánkba is. És tényleg gondolom, nap mint nap találkoztok ti is azzal a jelenséggel például, ami szintén az ego kérdése, hogy emberek olyan témákban nyilatkoznak, amikhez egyáltalán nem értenek. Még én videósként is találkozok ezzel a YouTube-ban adott esetben Ebben. Rengeteg ilyen van, szerintem és ti is tudtok mondani számtalan hasonlót a saját életetekből. Fú, én nagyon sok ilyen emberrel találkozok az utóbbi időben, aki azt gondolja, hogy az ő véleménye az bizony mindenkiénél fontosabb. És azt kell, hogy mondjam, hogy én is elég sokszor beleestem ebbe a csapdába, sőt, van belések most is. Na, ilyen és ehhez hasonló gondolatokról és viselkedés mintákról szól az ego, az ellenség, ami először is rámutat arra, hogy mennyi módon rontja meg az ego, az önérzet, ami mi saját Világunkat, viselkedésünket, és aztán persze arra is rávilágít, hogy mások életét hogy tudjuk ezáltal rosszabbá, kellemetlenebbé tenni. De egyébként, tényleg, pont az önmegvalósítás tekintetében is elég rossz dolog az ego. Én ezt a saját karrierem kapcsán is tudom mondani, mert amint ezen egy kicsit változtattam, sokkal jobban alakultak a dolgok, egyszerűbben vettem mindent, és hát jobban, jobban haladt tényleg az előre menetelem is, talán lehet ezt mondani. Szóval, személyes példámok indulva, tudom ezt nektek ajánlani, de amiatt, Különösen ajánlom ezt a könyvet, mert elég jól van megírva, mert hogy nem csak ilyen és megy benne, ami nagyon sok önfejlesztő könyvre jellemző. Én elég sok ilyet olvastam, különösen régebben, és hát mondjuk a 90%-ukat utáltam, mert azt éreztem, hogy tele van ilyen nesze semmi fog meg jól mondatokkal. Na ehhez képest az ego, az ellenség az nem ilyen. Van ebben is ilyen magyarázó, szájbarágós rész, de ami miatt én szeretem, hogy rengeteg példa van benne, folyamatosan hoz példákat arra, hogy hogy kell jól kez az egót. Genghis kezdve Angela Merkelen keresztül Karim Abdul Jabarig a kosarasig. Nagyon sok embert felhoz példaként. Persze nem mondja róluk, hogy minden tekintetben mondjuk jó emberek lennének ezek, de hogy van olyan része a személyiségüknek, amiket így érdemes elsajátítani, közelebbről megvizsgálni. És ami még tetszik ebben a könyvben, hogy negatív példák is vannak. Fú, de utálom én azt, ami különösen jellemző a szórakoztató iparra, hogy ilyen példaképeket állít az embereknek, akiket így istenként tisztelnek az emberek, és azért, mert alkottak valami jót, akkor onnantól kezdve ilyen ikonként, hibamentes emberként tekintenek rájuk egy csomóan. Ilyen ugye Howard Hughes, akiről az Aviator című film készült, Martin scorsese egyébként a remek filmje, vagy ilyen Steve Jobs például, de említi a könyv Napóleont is, akiknek bizony az egója megmérgezte az ambícióit, és nem azért voltak sikeresek, mert nagy volt az egójuk, hanem annak ellenére, de ki tudja, mit érhettek volna még el, ha nem annyira önérzetesek, és nem viselkednek a környezetükkel úgy, ahogy azt köztudomásulak tették Egyéb. Szóval sok sok példa van ebbe a könyben ami segít megérteni az egészet és lehozni kicsit a földre, és nem azt érzed, hogy olyan távolról beszélünk az egészről, hanem tudsz kapcsolódni a sztorikon keresztül, amiket nagyon sok helyről hoz a szerző a politikából, a történelemből, a sportból rengeteg sport példa van az alázatról nyilvánvalóan sokat mesél. Például emlékszem az első fekete baseball játékosra, aki ugye bekerült ebbe a közegbe, és nagyon híres mondatot mondott neki, az edzője, hogy neki egy olyan játékosra van szüksége, aki elég bátor ahhoz, hogy ne üssön vissza, és ne szóljon vissza, és magáéval kellett tennie ezt a szerényebb fajta alázatos hozzáállást az illetőnek, mert hát nagyobb volt az a fajta kulturális teher, amit ő viselt saját magánál, egy egész közösséget kellett képviselnie, ugye első feketeként a baseball ligában, elég híres történet, egyébként, ebből is filmkészült, már csak azért is említem meg külön, de sok-sok ilyen van benne, és ezek szerintem hasznosak lesznek azoknak is, akik alapvetően hozzám hasonlóan nem szeretik, ha sokáig a semmiről beszélnek ezek a könyvek. És az utolsó dolog, ami miatt ajánlom az ego az ellenséget, hogy nagyon rövidek a fejezetei. Egyébként ez igaz a factfulness-re is, a tényekre is, hogy még 300 oldal sincs a könyv, elég rövid mindkettő. De az ego az ellenség olyan fejezetekre van tagolva, amik baromi rövidek, tehát konkrétan ilyen 6-8 oldalasak. Szóval, ha találsz egy olyan fejezetet, ami rád nem kifejezetten igaz, így egy-két oldal után rájössz, hogy egyszerűen rád nem jellemző az a, az a, téma, amit éppen felvet a szerző, akkor egyszerűen csak átugrod és mész a következőre, és nem veszítesz sokat, mert jön a következő fejezet, és a következő, és a következő, és ezek mind nagyon-nagyon rövidek, úgyhogy tök jól lehet vele haladni, meg ilyen ö, lefekvés előtti olvasáshoz is szerintem kiváló, hogy ó, csak olvasok hat oldalt, amiből persze aztán tipikusan több lesz, de szerintem nem rossz, ha hagyja ülepedni az ember ezeket a kis történeteket, vagy, vagy útra de tényleg nagyon jó sztorik vannak benne amúgy. szóval róla a Metallica gitárosáról, és az én egyik kedvenc másik gitárosomról, Joe Satriani-ról is. Hát ha ezzel nem keltettem fel az érdeklő, akkor nem tudom, hogy mivel nagyon ajánlom az ego az ellenséget, szerintem egy olyan dolog, most már talán értitek, miért mondtam, amire minden ember rászorulna, hogy kicsit az önérzetét lecsekkolja, és kordában tartsa valamennyire, egy sokkal jobban, kedvesebben működő társadalom lennénk, ha legalább törekedni próbálna rá az emberek többsége, hogy féken tartsa a saját egóját. Hát, ha gondoljátok, ti legyetek ilyen emberek, olvassátok el az ego az ellenséget, olvassátok el a factfulness-t is, és legyen egy picit pozitív világ világképetek. Én a magam részéről ezzel megköszönöm a figyelmeteket. Ha tetszett a videó, akkor kedvejétek és iratkozzatok fel a csatornára. Találkozunk legközelebb. Sziasztok!